A munkálatokat Kosztolányi Gyula, a körzet választott képviselője irányítja és felügyeli, aki több tervet is megosztott stábunkkal. Az önkormányzat szívügyének tekinti az öreg temetőket. Itt a Felsődabasi öreg temetőből is kegyeleti parkot szeretnénk kialakítani. Olyan sétáló utakkal, ahol elmékedni lehet, majd le lehet ülni, és az emberi élet nagy kérdéseivel lehet a csendben foglalkozni. Ez egy 1,7 hektáros zöld terület, tehát Dabasváros levegőjének a tisztasága szempontjából is fontos, tehát nem csak a lelki dolgokat tekintve. A képviselő úr csalódottságának adott hangot, mivel nagyon sok alkalommal dobálják ki a szemetet a temető területére. Ezt megelégelve a Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskola tanulóival együtt vadhálóval kerítették körbe a temető két oldalát, ezzel is remélik, hogy meg tudják fékezni a vandálokat. A másik utca, a Bíbor utca felől több mázsás beton elemeket is kellett elszállítani, mert ott sárga homokot bányáztak valamikor a falu felsődabasiak. Már az volt a szokás, hogy a lakodalom és a haláleset esetében az udvart főszólták sárga homokkal. Most ezeket a gödröket szeméttel rakták valakik tele, és hát ez is nagy munka volt innen ezeket elszállítani, kibányászni, elszállítani, és akkor még 30-án a Teszed mozgalom keretében a Kossuth Zsuzsás tanulók még a felszínen maradt, mindenféle volt, szóval a fémhulladéktól a műanyagig, szóval minden szennyező anyag megtalálható volt, akár kiállítást lehetett volna belőle létrehozni, hogy ilyet nem szabad. A szemetelés problémája mellett többször előfordult már, hogy az értékes anyagból készült sírköveket eltulajdonították. Ezeket a sírköveket több tanuló segítségével egy szakember tisztítja meg. A munka végeztével a kápolna mellett talált sírköveket a szokásos éves koncert idejére kiállították. Milyen teendők várnak még önökre, mit kell még itt ahhoz tenni, hogy ez tényleg kegyeleti park lehessen? Felajánlás kell. Itt ezek a munkálatok is, két fölajánló, a Kecskés Róbert adott jelentős összeget, és a Molnár Ilona innen a Andrássy utcáról, és most ebből tudjuk a kerítést is készíteni, meg ezt a felújítást is. Meg az önkormányzat jelentősen hozzájárult, elegyengedte a területet, meg közmunkások is segítenek, Kossuth Zsuzsán a gyerekek is, aztán felnőttek is, Kisdebesér Egyesület, a Karitász segítségére is számítunk, már volt, úgyhogy eljöttek és segítettek.